Bárkit szívesen láttak Bátaszéken a helyi székely egyesület báján. A résztvevők szigorúan csak éjfélig mulathattak, hiszen húshagyó kedden tartották, ami azt jelenti, hogy miután 12-t ütött az óra, kezdetét vette a nagyböjt időszaka. Általában a böjtben nem olyan ételeket ettek a felmelőink, amik túl ízletesek voltak. Tehát ezzel is kivették a részüket abból, hogy nem olyan étkeket fogyasztottak, ami aztán elteríti az embert, és nagyon-nagyon jól lakatja, inkább csak a kötelező energiabevitel volt meg. A nagyszüleink, én még arra emlékszem, hogy mikor jött a böjt időszaka, akkor az edényeket hamuval kimosták. Tehát teljesen zsírmentesen próbáltak étkezni. És hát ez azt jelentette, hogy hát a 40 napot ők keményen betartották, most már sajnos ez nem olyan egyszerű. Hát állt az étkezésük, ugye olajat ütöttek annak idején, tehát zsírhelyett olajat használtak, mindenki tartott tehenet, túró, tejföl, ilyenek adottak voltak, és káposzta, hagyma, tehát minden ilyen fölhasználtak, savanyú káposztát például nagyon ügyesen olajjal lepirították, és puliszkával ették. És akkor csináltak krumplis puliszkát is, az is hasonló, csak liszttel keverték ki, bele a tepsibe, jól meglocsolták tejföllel, és megsütötték. Tehát ilyen volt az étkezés, és a levesek is általában ilyen zsírmentes levesek voltak, egyszerűen elkészítették a paradicsomlevestől kezdve minden ilyen céklalevest is ettek, lucernalevest, mert jött a tavasz, akkor fölhasználtak minden növényt, ami hát hozta az időjárás magával. De legfőképpen a káposzta és a puliszka volt a fő étkezésük tulajdonképpen. Ők nem reggeliztek, hanem inkább olyan dél felé ettek. És akkor este volt a vacsora, kétszer ettek naponta, nem többször, és ebből az egyik az általában tejtermék volt, a másik meg a puliszka. Tehát úgy összerakták, süteményt is a puliszkából tudtak csinálni, megkenték lekvárral, tehát ügyesek voltak az őseink ebből a szempontból. A húshagyati bálon azonban még igazán jókat ettek a résztvevők. Ilyenkor a bőségkosara volt, mint ahogy itt is, hogyha megnézitek az asztalt. Most is úgy csináltuk, hogy szombaton levágtuk a disznót, és akkor hát ami maradt, meg még hozzá készítettünk, meg az asszonyok is még salátákkal megtódották, úgyhogy akkor régen is így volt. Csak lehet, hogy hagyományteremtőbb volt a dolog. Tehát most nagyon ilyen majonézes dolgok, ilyet nem ismertek. Általában a pénteket azt mindig meg szoktuk tartani, az bejön. Hát ránk férne, megmondom őszintén, ez a böjtölés. Nagyon nehéz, mert a családban nem mindenki tartja. És hát én próbálom, de igazából nem megy úgy, ahogy kellene. A pénteken az teljesen húsmentes, akkor én is szoktam, én külön főzök így akkor magamnak így ilyen puliszka, káposzta, aludtej, azt is ették a puliszkával, csinált tejet is csináltak, az azt jelentette, hogy felforralták a tejet, és akkor kikenték tejföllel a lábost, és beleöntötték a hideg tejet, és előbb megaludt a tej, és nagyon gazdag volt a tejföltől még, tehát... És ez nagyon laktató volt, a puliszkával ilyeneket is ettek, és ezt anyukámtól tanultam, és ezt én is megcsinálom így magamnak. Maga az egyesület biztos, hogy be fogja tartani, hiszen zenés táncos összejövetelt nem tervezünk. Mindenképpen össze fogunk jönni böjti étkeknek az elkészítésére és kipróbálására. Ha személyesen
kell fogadalmat tegyek, akkor én azt gondolom, hogy igen, vannak az embernek elképzelései, és remélhetőleg sikerül betartani. Én magam rövid italt nem iszok 40 napig, illetve igyekszem betartani, hogy napi egyszeri étkezés lesz csak.